Ismétem, és közben beállítani rajta az internetet, majd a következő videóban be lesz mutatva, pontosan mit is csináltam rajta, hogy is kell megoldani, hogy legyen rajta. Be kell tudni állítani, mert elsőnek azt kívánta föl, hogy egy statikus Y-címe legyen, lassában meg a dinamikus Y-címre kell rámenni, és megvan, hogy milyen közönként kérje le az Y-címet le, legyen rajta internet. Most az látszik, hogy kezdi frissíteni a csomagkezelőt, egy darabig el fog tartani neki. És ott látszik az, hogy ez az alap verzió, az internet, nincsen rajta semmilyen alkalmazás se. Azért jobb ez így, mert így a saját agyad kvalitása szerint állítod össze, nem pedig előre állít, módosított Linuxok, disztróknál minden be van állítva, nem lehet rajtuk semmit sem változtatni. Itten meg, amit az agy kíván, úgy lehet beállítani, nincsen elnyomás, nem sérti az egyéni jogaidat, egyéb más mindent, nem kell nagy szakértelem hozzá, ez a csomagkezelő, majd frissülni fog, ez az alap ICVM-es van, ha netán valaki akarná feleszni rajta C nyelv tudását, az egész C nyelvben van íródva, és akkor C nyelvből lehet állítani rajta mindent, a háttérképet is úgy lehet megváltoztatni, akkor témát is lehet módosítani, akkor skineket lehet rakni hozzá, rengeteg sok funkciója van neki, nincsen grafikus beállítási felelete neki, hanem minden C, van ilyen, hogy System Minify, és akkor ott a C nyelven kell programozni be. Így van megoldva, és lehet tovább nézni. Jó, betöltődött. És akkor vannak ezek a patternok. Milyenek is vannak, ezek az asztali környezetek. Van GMO. Sima, van több verziója is neki. A valandos verzió. Van a... az XFCS, KDS, Plasma. LSKD, LSKT. Eligment. Egyéb más. Nem megy ebbe. Van ez a Máté. Egyik... csak annyi kell, nem kell elfelejteni, hogy nagyon sok asztali környezet már nincsen felesztve 32 bit alá. Itt ebben az esetben i586-os rendszer RIG, ami támogatott kernel verzió, vagyis az olyan Intel Pentium-os i4-esek vannak még mikrokódó szállítógépeken lehet futtatni, nem pedig a az újabbakon, ahol már 64 bites kell, minimum olyan 16 GB RAM, itt meg csak 4 GB. Annyi sem nincs sem. És tovább lehet látni, hogy mi is van, milyen funkciók is érhetők el. Legegyszerűbben kellett választani azt, hogy milyen azt egy környezetet. Nincs kedvem nagyon egyesével telepíteni az alkalmazásokat, azt is meg lehet tenni. De mitől is ne? Nem kell rá egy másik asztali környezet a legelején, hanem legyen egy LXDS-ből. Ki más, ami kellhet, van egy Firefox böngészője. Jön az XFCS csomagokba is. Itt van ez a legyen hanga. Ez a gépen külön fel kell rá telepíteni, ez a PVAU Control. Rövidítésre lehet valaminek. Ki lehet nézni. NTP-t, OpenBox. Mi is van legrejény szükség. Egy.
Power Manager-re. Nincs olyan szükség. Egyszerűbb kikapcsolni a monitort, kiúzni a fogyasztót az áron vezetékről, az a legjobb spórolás, nem pedig ott fárogatni, hogy történjen valami, ne? Ez ilyen mappákat lehet nézni rajta. Faj, ha nincs csomag, kezelő. Kell egy terminál. Firefox. Látom, az XFCS-ben a legyen hang, az a PVAU control. Nézze, a disztro ilyen kisebb csomagokból áll össze. Például egy transmission. Ezzel lehet a hangot, a power controller, ez a legfontosabb, hogy rá legyen telepítve. Ennél kell lehet rákötni mikrofont rendszerre. Mást! Köszönöm a figyelmeteket, ez volt ilyen rövidke bemutató. A többi meg már nem telefonos felvétel lesz, hanem egy OBS stúdiós. Sokkal több minden jobb lesz a minősége a képnek. Szóval is mondom a figyelmeteket, szavaztok!